Hát a győzelemnek természetesen örülünk. Szerintem a Szeged nagyon-nagyon jól játszott, nagyon megnehezítette a dolgunkat, de azért is volt nyögvenyelős ez a mérkőzés, mert nem játszottunk elég gyorsan. Körülményesen lassan járattuk a labdát. Így is ezzel a nagyon-nagyon közepes játékkal is volt 8-10 lehetőségünk. Ez biztató. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból rendben vagyunk, mert én ezt a csapatot már láttam gördülékenyebben jobban játszani. Én a magam részéről ilyen erőnléti különbséget nem nagyon éreztem a mérkőzésen. Nagyon szervezett volt a Szeged, ennek ellenére sokszor túljátszottuk őket, a végjátékkal volt gondunk. Egy-két játékost láttam, gondolom, akik az utóbbi időben nem játszottak, rájuk gondolsz, például a Szatmárira, aki kiváló játékos, de ugye nem volt olyan erőbb, hogy végig tudja játszani ezt a meccset. Nálunk is azért volt két játékos, aki a felkészülést nagyon hiányosan csinálta meg, és ez az első fél időben látszott is, az egyik a német Krisztián volt, a másik a Mezei Szabolcs. Hát büntetlenül nem lehet ennyi edzést kiadni. Igen, mert az első fél időben is sok lehetőség volt a két szélén, a másodikban azért raktunk a szélére két gyors játékost, toltunk följebb, hogy ott el tudjunk menni, ez nagyjából be is jött. A végjátékkal volt a gond, a befejezésekkel.